Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Folytatódik az idei esztendőben is a sorozatunk Sinka Jenővel, Gulág, amiről tilos volt beszélni, immár 6. részéhez érkezett ismeretterjesztő történelmi műsor folyamunk, műsor sorozatunk. Köszöntöm a stúdiónkban Jenő bácsit, és a 6. rész tartalmáról, hogyha egy rövid vázlatot tudna adni nekünk. Igen, és a nézőknek. Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Megfélemlítés ennek a tablónak a címe. Miért volt erre szükség? Mert az NKVD, ami államvédelmi hatóságoknak megfelelő, meg a kényszermunkatáborban lévő börtönőrök és nyomozók, meg mindenfélék, mindenfélére képesek voltak. Két dolgot említenék, az elsőt. Megfélemlítették a családokban a gyerekeket. A tabló bal felső sarkában látható egy kép, ahol 10-12 éves gyereket citálnak be egy irodába, és arra készítették, csalva azzal, hogy kaptok majd csokoládét, ezt ígérnek, azt ígérnek. Igen, de a szüleidet jelentsd föl, mert ők a nép ellenségei. Tehát és gondolom, hogy akkor ez azokra vonatkozott, azoknak a családjait ráncigálták meg, akik ugye nem voltak kompatibilisek az igen, adott rendszerrel. Igen, részben válogatás nélkül csak minél többet be tudjanak zsúfolni a kényszermunkatáborban. Tehát megosztották a családot, először is, hogy a szüleit tagadja meg. Na most, hogyha erre felfigyelt a gyerek, és nem akart elhinni, hogy kap csokoládét, mert egyébként nem nagyon tudtak hozzájutni édességhez, nem nagyon volt a Szovjet Birodalomban, akkor megfenyegették. És akkor hátrányos helyzetbe kerültek, attól függetlenül el tudták vinni a szüleiket, vagy csak az egyiket, mert azt mondták, hogy nevelte ezt a gyereket, hogyha nem ismeri fel a nép ellenségeit, mármint titeket, a szülőket. Szörnyű. Ez a gyerek észre föl se tudta fogni, hogy ez most mi következik. Egy másik szintén a gyerekekkel kapcsolatos esemény. Az egyik bajtársunk túlélő a bal alsó sarokban, illetve a középső sorban arról ír, hogy egy gyerek bement egy kioszkba, és onnan elcsent a féle gyerek egy kis édességet, mert nagyon ritkán jutott hozzá, és ez az édesség csábította. Ki akart szökni, és elkapták, és megbüntették. Mit gondolunk, mennyi időre, és miért? 25 évre 11 néhány éves gyereket. Cukorkáért, csokoládéért? Ezért a csokoládéért. És ami még szörnyűbb, hogy ezt a gyereket a felnőttek kategóriájába ítélték el, tehát 25 év, és olyan körülmények között is töltötte le. Ennyit röviden az ifjúságról, a gyerekekről. A tabló következő része arról szól, az elsősorban középen magyarok a Gulág-szigeteken, ezt is egy túlélő írta le, aki arról számol be, hogy ugye szó volt arról, időnként azzal áltatták, meg biztatták a rabokat, hogy mentek majd haza. Igen, hát ezt akkor mondták, amikor kezdtek odafigyelni, hogy itt valami zúgolódás lesz, netán lesz belőle valami zendülés, vagy akármi, és akkor mentek majd haza. És akkor hát várták, hogy ebből legyen valami, nem lett semmi. És megkérdezték úgy szép óvatosan, mert nagyon nem lehetett rámenni a dologra, mert akkor abból fenyítés lett, hogy hát akkor most mégis, hát hogyan vagy, mikor lesz ebből valami? Hát Rákosi bajtárs, csotok, nem akar fogadni benneteket, hát ti a nép ellenségei vagytok otthon is, meg itt is, hát nektek ezért lakolni kell. Nem fogad be benneteket. Ti azért vagytok itt, mert a népköztársaságban, Magyarországon nincs szüksége Rákosi Mátyásnak ilyen emberre. Ez egy retorzió volt, hogy egy kicsit csönd legyen, hát aztán utána nagyon éberen vigyáztak arra, hogy ennek ne legyen olyan következménye, amikor már komoly készültséget kell az őrségnek ellátni, ne legyen belőle baj. Meg gondolom, hogy ez egyfajta lelki terror is volt azért. Hát a gyerekek lelki terrorra, akkor ez, majd lesz másik is. Jobb felső sarokban látunk egy kínzási jelenetet. Mondjuk nem valami szép, hát egyik kínzás, egyik megfélemlítése,
ugye egy padra lefektették a szerencsétlen elítéltet, megkötözték a kezét, lábát a padnak a lábaihoz, és akkor ott három ember, de minimum kettő, aki végezte a kínzást. Csúnya dolog kifejezni, de még a képet közelről is látni, fenekébe dugdostak akármit, és akkor félemlítették meg, hogy na, most meg fogsz szólalni, most mondjál már valamit magadról, vagy valaki másról sugjál be. Tehát abszolút egy ilyen brutális eszközökkel éltek. Igen, brutális. Ezt megfélemlítették, hogy ez lesz veled, meg az lesz veled. Szóval most már ez fizikai terror, a lelki terroron túl. Aztán mi más történt még? Nagyon sok minden, ez most csak egy a megfélemlítés egyik eszköze. Akkor olyan is volt, hogy majd a következő évben a nőkről, de most teljesen mindegy, férfiakra is jellemző volt az, hogy próbáltak valakit valami szempontból megközelíteni, hizelegni, valami 30 dekánál több kenyeret adni azért a napi adag, hogy valamit mondjon a rabtársairól, legyen besugó. Megfélemlíték, hogy ha ezt nem, mert akkor neked még ennyi se fog jutni, és akkor más munkára, nehezebb munkára szabunk, stb. Tehát ez is egy ilyen lelki terror volt, a megfélemlítés lelki oldala, és az a fizikai oldala is. Mehetnék tovább a tablón, úgy középen, pontosan középen, előre a kommunizmus felé felirat. Most ez a harmadik olyan sötét kép, az előbbi előadásokban már szó volt arról, amit Baldajev grafikus börtönőr jegyzett föl, grafikailag elkészítette és leírta orosz nyelven mellé, hogy mit tartalmaz a kép, és ezt megőrizte, és ezt el is juttatták Magyarországra, ha 64 kép meg lehet találni a világhálón. Én ebből csak néhányat hoztam ide. Előre a kommunizmus felé. Ugye mondták, hogy először is van szocializmus, aztán amikor már fejlesztett foka, az lesz a kommunizmus, akkor mindenki annyit vehet a jóból, amennyire szüksége van, amennyi, stb. Hát az orosz világban az orosz lakosságnak nem volt elegendő élelme hosszú éveken keresztül. A araboknak meg csak annyit adtak, hogy éppen ne forduljanak fel, és tudják fizikailag. Hogy tudjanak valamennyit dolgozni. Tehát ez egy annyira kihegyezett és nagyon jó előkészített folyamat volt, hát 1955-ben kezdődött a gulág. Ezek már ugye a 44-45 után elfogott rabokra vonatkozik, hát addigra sok mindent megtapasztaltak, hogy mit, hogyan kell csinálni azért, hogy az embereket munkára kényszerítsék, és stb. Mindenféle megfélemlítési eszközzel. Tovább mennék, a harmadik sorba a legszélén azt mondja, hogy ha túléltet, hallgass című könyv. Az előbbiekben említettem azt, hogy a Rákosi nem fogad. Az is egy túlélőnek a könyve. Én nekem elég sok olyan, hát most már egyre kevesebb van sajnos túlélő, akivel tudtam beszélgetni személyesen, készítettem velük riportot, és hát a könyveiket is sikerült megszereznem, elkérni tőlük. Szívesen ideadták, mert látták, hogy nem a tűzbe fogom dobni. Hát ha túlél, tehát hallgass című a jobb oldalon szélén, ez pedig arról szól, hogy kicsit furcsa, de már azt hiszem szó volt arról, hogy milyen is volt ez a holokauszt, meg az eredeti holokauszt. Azt tudjuk nagyon jól, hogy ez a népírtás az Oroszországból született, 1905 az előbb említett, onnan született, és ki volt írva a láger bejáratánál, hogy a munka megszabadít. Na most a holokauszt zsidóknál is ez volt kiírva a láger, csak németül, hogy a munka megszabadít. És mi történt belőle? Lett egy népírtás. Népírtás. És ez a népírtás ugye hát előbb kezdődött, mint ahogy itt a gulág, már a magyar rész illetően, nagyon megmaradt a zsidókba. Kicsit furcsa, amit mondok, de igaz, mert leírták, hogy még az első, vagy a második világháború előtt, az első világháború után, a 19-es köztársaság után, ugye a zsidók menekültek mindenfelé, meg a kommunisták is, és ebből jó néhányan eljutottak Oroszországba is. És akkor ott beférkőztek, illetve bejutottak a lágerekbe,
ott, ahol ezek a kényszermunkások voltak, és már ugye akkor is üldözték a zsidókat, még a holokauszt előtt. És akkor próbálták, hogy mondjam, revansképpen a rabszolgákkal, a kényszermunkásokkal azt tenni, amit ők fájdalomdíjként ki akartak eszközölni. És akkor az idézet végső sora arról szól, hogy vajon melyik volt nagyobb népirtás, melyik volt nagyobb a gulág vagy a holokauszt. Ezért már nagyon sok kutató dolgozott, és mindenki körülbelül azt hozta ki, hogy szinte egyenlőségjelet kell tenni. Mindegyik szörnyű volt. Az egyik az gázkamrával hamar végzett, a másik pedig éveken keresztül a halálig kínoszta és hajtott belőle a bányamunkákból, meg mindenféle munkákból hasznot, mert ezek nagyon, nagyon komoly termelő munkát végeztek, és nagyon sok helyen. Tehát egyik sem volt előremutató, de mindegyik a nép írtására törekedett. Csak az egyik ilyen módon, a másik a olyan módon. Erre vonatkozó kiállítás volt is Fehérváron, meg az ország többi részen a holokauszt kiállítás volt. Én magam is néztem, elszörnyűködök rajta. Talán már mit tettem, hogy én is jártam Auschwitzbe, Birkenauba, megnéztem. Szörnyű dolog. Amiket kutató kollégáim elmentek gulág régi telepekre, amiket onnan hoztak, az is szörnyű volt. És amiket leírtak a túlélő bajtársaim, azok is. Azt mondja, miről lehetne még itt szót ejteni? A legalsó sorban szintén van két fekete kép. Az egyik, az nem is tudom milyen munkát mutat be, most így nem látom egész jól. A legutolsó pedig azt mondja, hogy ja igen, az egy kínzás. Hát van, lesz majd külön kínzás, mert megfélemlítés. Ugye, akitől ki akartak csikarni valamifélét, szóban nem sikerült, akkor jött a fizikai, mint ahogy a jobb felső sarokban is van egy fizikai. Ezt úgy csinálták, hogy hátra kötötték a szegény elítéltnek a kezét, hátra, és akkor úgy emelték föl egy csigán, és akkor a két kezén lógott az egész testele. És már az első pillanatokban azt kérdezték, hogy na akarod-e még, hogy tovább lógassunk. És hát mondani kellett valamit, hogy mit mondott, vagy mit nem mondott, lehet, hogy túl se érte. Ez annyira fizikai dolog volt, hogy egyszerűen elképzelhetetlen, hogy lehet ilyet túlélni. Az alsó sorban szintén van egy hasonló megfélemlítés. A Csikós György, igen, Sztrájk a pokolban című átjelenet. Azt írja, ott fölötte van idézet, ugye megint ilyen sárga lapra írt, hanyadik oldalon, mindegyiknél ott van az oldalszám megjelölve. Ugye, hogy furcsa dolgok, Viki magának nagyon nem jó ezt elmondani és meghallani. Őt is fölemelték a kezénél fogva, de nem úgy, mint az előbb említett, hogy hátrafelé, hanem egyenesen. És akkor utána megfordították, akkor meg a lábát emelték föl, és úgy akasztották föl egy, mit tudom én, kötélre, és akkor a heréjére kötöttek kötelet. És lassan elengedték a lábát, és a heréjén lógott. Hát... És ez egy túlélőnek a beszámolója. Hát abban a pillanatban nem tudott szóhoz jutni, és látták, hogy elájult, és leesett, és összeesett. Nem tudtak valamit kiszedni belőle sem, mert esze ágába se volt bármit is mondani, mert arra... Nem is tudott volna. Arra törekedett, hogy egyáltalán túlélje ezt a szörnyű kínzást. Most a bal alsó sarokban nem egészen látom ezt a képet. Azt mondja, hogy Sztrájk a pokolban meg volt, ha túlélted. Az is egyfajta kínzás. Félemlítés. Megint csak arra térnék vissza, hogy ugye fizikai, meg pszichikai mind a kettőt alkalmazták. Kinézték, kipécézték azokat, akik erre, hogy mondjam már, kiképezve voltak, vagy tudtak előző eredményeket elérni, hogy kit lehet csak szóval megfélemlíteni, vagy kit lehet már más megoldás nem volt fizikai kényszerrel megfélemlíteni.
Ennek számtalan, itt egy néhány példát mutattam be, ami erre vonatkozik. A Baldajev képsorozataiból, amik ott fekete-fehéren vannak, több erre vonatkozó képet is látunk. Tehát tudnám biztatni, javasolni a nézőknek, hogyha ebbe szeretnének jobban beletekinteni, hogy beírják a Google keresébe, hogy Baldajev grafikái. Akkor igen, fellelhető lesz. Ezt már teszteltük a valóságban is, és akkor fellelhető. De egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy ugye most annyit szót ejtettünk már Baldajevről, de hogy hát ha valaki mondjuk lemaradt az előző műsorainkról, hogy egy kis pár gondolatos ismertetést mondjunk el, mert a rendszeres nézők biztosan tudják, de hogyha esetleg valaki most hall róla először. Köszönöm szépen az emlékeztetést. Ez a Baldajev grafikája oda is mondjam, sokkoló. Tehát nagyon rosszulhat az ember, hogy ez. Na és amire említést tett, hogy korábban volt egy hasonló, az egy színes festmények voltak, az pedig szintén egy rab volt, ez börtönőr volt a kérdése, az pedig rab volt. És amikor kiszabolt nagy nehezen, 1953 április a Sztálin döglése után, akkor 10 évvel szépen leírta lefestette azokat, a felesége nem is tudott róla, és akkor lefestett különféle eseményeket, ami a gulág életben, illetve ami ott megtörtént, tehát a munka, a kézcsonkítás, a kivonulás a munkára, meg vissza, és ezek Nikolaj Gyetman, úgy írják, hogy ennyi, az a Nikolaj, pont Gettman, ez is egy ilyen megkeresési lehetőség a világhálón. Azok szép képek, szép, tartalmilag szörnyű, de fizikailag, tehát látvány szempontjából nagyon szép színes képek. Ugyanúgy, mint a börtönőrnek, ugye a grafikai, valószínűleg mondhatjuk azt, hogy ilyen dokumentalista jelleggel dolgozta föl mind a kettő. Ez az egész sorozat, ez mind dokumentumokon alapul, tehát nem légből kapott, nem kidolgozott a kutatók által előkészített bármi tanulmányából szedett kutatási anyag, hanem ezek mind dokumentumok. A könyvek, ezek mind dokumentumok. A grafikák mind dokumentumok. Az előbb említett Gyetman festménye mind dokumentumok. Na most, hát még talán ismétlésképpen hozzátenném, ez a Gyetman kép, ugye itt is bemutattam. Ez először ugye ott készült el az Oroszországban, Szovjetunióban, és utána a Bin Gyuri, aki raptársa volt, az kimenekült ugye Amerikába, és ő fölvette a kapcsolatot, és rájött, hogy ilyen festményei vannak, elintézték nagy nehezen, titokban kivitték Amerikába ezt a képsorozatot, és ott a felsőház, vagy nem tudom milyen kongresszus, a legmagasabb helyen bemutatták orosz nyelven, illetve angol nyelven. És szörnyűködtek, ugye, akik az amerikai világban élnek, hogy ilyen létezhetett a 20. században. Igen. És folytatása volt az, hogy a Bin Gyurinak, meg ennek a Gyetmannak még egy raptársa volt a Szekeres Imre Gyula bácsi, akit én nagyon jól ismertem, és ezt a képet elhozatta Magyarországra a Bin Gyuri segítségével, és akkor itt bemutatta elsősorban Szekszárdon, utána elvittük több helyre. Én magam is ehhez a képsorozat, az 21 darab képből képsorozatot sikerült elkérni a Szekeres Imre Gyula bátyámtól, és hát elvittem több helyre, többek közt Székesfehérváron és Gárdonyban is kimutattam, szem. Az országjáró több helyen, akkor Keszthelyen is bemutattam, ott még ezek a képek nem voltak, egy másik sorozat volt, két sorozat volt, akkor a termet sikerült az ottani Keszthelyi Színház nagy termébe kapni, hogy hát mondom, ezt be tudom teríteni. És akkor volt ott egy gulág év megemlékezés, egy emléktábla avatás, és annak kapcsán ez a kiállítás ott bemutatásra került. Ezek a képek megtalálhatók a székesfehérvári szénatéri könyvtárba, ott meg lehet találni ezeket a képeket, el lehet olvasni közelebbről, ami rajta van. A könyvek is megtalálhatók ott, tehát be lehet azonosítani, hogy amit itt fölírtam, az egy az egybe a könyvben megtalálható, sőt más könyveket is
kölcsönkérhetnek. És ez és az akkor... idei esztemben is látogatható, a tablókat igen, megismerhetik igen. ott az érdeklődők. Az eddigi közelebbi tablók is megvannak, tehát ha valaki egy korábbit akar megismerni, hogy miről volt szó, megtalálhatja. És majd meg lesznek természetesen a következők is. És a következő lesz a hetedik folytatás. Mielőtt még itt a zárást megtennénk, tényleg csak egy gondolat, hogy mi volt a tapasztalat egyébként? Nem féltek ezek a túlélők megjelentetni ezeket a könyveket? Meddig lapultak ezek idézőjelben az íróasztal fiókban, vagy a padlásban, vagy itt-ott eldugva ezek a dokumentumok, könyvek, amikről most itt beszélünk? Tényleg csak egy gondolat erejé. Ennek a sorozatnak az a cím, amit tetszett mondani. A gulág, amiről tilos volt beszélni. Tehát amikor átértek a magyar határon, azt mondták, hogy erről, ha beszélnek, visszaviszik oda, ahol voltak. Az emberek csöndben maradtak, mert féltek. Egyedül Rózsás János bátyám írta meg, azonnal 62-ben megjelentette a Keserű ifjúság című könyvét német nyelven. De az rendszerváltás után indultak el a túlélők, akik leírták, akik elmondták, akik filmet készítettek belőle, akik nagyon sok helyen, többek között velem is készítették riportot egy az egybe. Hála Istennek, még mindig vannak túlélők, 6 vagy 8 szemét ismerek, aki a 96, 97, 98 éves korukat élik. Sajnos egy néhányat el kellett búcsúztatnunk. Megmerték írni. Az a címe, hogy ha túléltet, hallgass. A Szente Zoltán könyve, amit az elején mutattam ott fönt, Magyar Gulág szigeteken, ő úgy írta meg közvetlenül a rendszerváltás után, hogy nem merte kiírni a bajtársainak a nevét, hanem csak a kezdőbetűt, tehát a név nagybetűt, meg a keresztnév nagybetűt. És én erre rájöttem, hogy húha! És rájöttem, hogy innen Jászd környékéről, Dudar, arról a környékéről írt. És akkor ezt elővettem a lexikont, és megtudtam, hogy kik vannak a monogramok mögött. Félt úgy megírni. 89 után. Félt még akkor. De aztán később sokan elmondták. Van, aki nem merte leírni, vagy nem volt olyan vénája, de nekem elmondta. Tehát akkor dokumentum van. Dokumentum van. Nagyon sok filmem van róla, amit én készítettem, amit a kutató kollégáim, akit innen-onnan összevettem, nagyon sok. Köszönöm szépen, és hát mi pedig meg tudjuk ígérni a nézőknek, hogy jövő héten folytatjuk a hetedik résszel. Köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Mi pedig ezzel a témával egy hét múlva jelentkezünk ismételten. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!